Az iskolák megnyitásával a tanév második felében újraindult és új helyszínekkel bővült az iskola alapítvány délutáni oktatási programja. A projekt összesen 12 megyében, 38 helyszínen, mintegy 1660 kisdiák részvételével folytatódik. Nagy Zoltán az iskola alapítvány vezetője, Szabó Ödön a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, és Kéri Hajna a főtanfelügyelő helyettes közös sajtótájékoztatón számoltak be a Bihar megyében nemrégiben elindult délutáni oktatási programról. A program 2019-ben első körben Temes, Arad, Hunyad, Máramaros és Beszterce megyékben kezdődött, miközben egyre több szorványtelepülésről is jelezték, hogy igény lenne hasonló délutáni foglalkozások beindítására. Ez egy reális segítség azoknak a szülőknek, akik egy szorványtelepülésen magyar iskolába iratják a gyerekeiket, mert nem csak egy gyerekfelügyeletről van szó, hanem a anyanyelvi oktatásról. A gyerekek meleg ebédet kapnak, délután 4-5-ig pedagógusi felügyelet alatt ott vannak, elvégzik a házi feladatot, közvetve egy anyagi támogatás is mindazoknak a családoknak, aki ezekben részt vesz. A magyar kormány 500 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2020-2021-es tanév második felétől Bihar megye 6 települése is csatlakozott a programhoz. Berettyószéplakon, Élesden, Köröstárkányban, Belényesen és Bélfenyéren már megkezdődött a délutáni oktatás, néhány héten belül pedig Örvénden is indulnak a foglalkozások. Körülbelül 30 olyan pedagógusunk van, aki ezeken a szorványtelepüléseken tanít, összevont osztályokban az esetek nagy többségében, kis létszámú gyermekkel egy-egy osztályban. A számunkra nagyon fontos, hogy ezeken a településeken is meg tudjuk tartani a magyar nyelvű oktatást, a magyar identitást és az anyanyelv ápolását tudják a pedagógusaink ezeken a területeken a legjobban elvégezni. Az iskola alapítvány oktatási programja keretében jelenleg az ország 12 megyéjében, 42 helyszínen 1866 gyerek részesül meleg ebédben és délutáni oktatásban pedagógusok felügyelete alatt. Nagy Zoltán kiemelte, hogy a következő tanévtől is tervezik a folytatást, és amennyiben lehetőségük lesz rá, újabb helyszíneket is bevonnak a programba.